fasz, srác? Ez mi? Mi a fasz? Emlékeztek el a játékra? Ez a játék volt az Éjszakai Műszak című játék, amivel játszottunk. Na, ennek a játéknak, mint kiderült, nem folytatása van, egy új játék van. Ennek a játéknak a címe pedig... Régai Haitetsu, ami magyarul a Night Delivery. Vagyis, az angolul volt, magyarul az éjszakai szállítás, futárkodás. Ha ti nem láttok semmit, nyugodjatok meg én se. Tehát, hogyha itt most... Beszálltam egy oszloptól. Na, itt a 206-os szoba. Babom! Kopogjunk. Mi? Hivatalosan ilyenkor Magyarországon az történik, hogy hív a futár. Na most, amikor hív a futár, nem veszed fel a telefont, akkor egyszer elhangzik, hogy a kurva anyádat. Jó, akkor basszam meg, akkor... Most kinyílt. Új. Ú, basszus. Annyira élethű. Be van baszva. De amúgy víz van nála. YouTube way too long. Mi? Tessék? Oké, tehát elküldött minket az anyánkba gyakorlatilag, mert ő túl részeg volt. Jaj, te kibaszott aranyos kiskutya, nézzétek már, mi a f... Micsoda, itt egy macska! Nagyon jól csinál macska. Bing-bing! Azt a... Nézzétek meg, de most nézzétek rá erre a karakterre. Itt most ide tenném mellé, érted, akármelyik Crysis-t, vagy valami... Sehol. Ott a macska. Na mondjad? Azt mondja, ad nekünk egy kis ajándékot a nagyszerű szolgáltatásért. Szereted a macskákat, nem? Vigyük el a macskát! Ja, macska tápot kapunk! Ez egy táp... Figyeljed! Nézd meg, hogy szeret minket? Nyam. Hát nem bontottuk ki neki a konzervet, de ő nyalogatja a dobozt. Pindink! Baszki, hogy nézel ki? Mi a fasz bajod van? Félek. Nem biztos abban, hogy megbízhat bennünk? Mert mi a fenét csinálnék itt éjszaka közepén, haver? Szállítom a csomagodat. Nem bízhatok benned addig, amíg nem beszélsz a pappal. Hogy mi van? Pap? Hello? Baszki, de hogy lehet kinyitni az ajtót? És miért áll mindenki így, és miért... Én vagyok a helyi pap. Érzem, hogy a csomag meg van átkozva. Fizetnünk kell neki. Honnan szerezzek pénzt? Ja, a sráctól? Amit a pap mond, mindig rendben van. Gyorsan add oda neki. Wait, what? Ez nem elég! Mi vagyok én, futár? És tényleg az vagyok? Nem volt elég? Elnézést. Nem ezért fizettek engem én szerintem. Csak hogy kihozzam azt a rohadt csomagot. Ez már elég. Kezdjük a rituálét. Tehát odaadtuk neki, egy pillanatra eltűnt a doboz, én nem láttam, hogy hova tette. Melyik testrésze fogta a dobozt az áldás közben, azt nem tudom. Na! Készen állok. És képes beszólni. Now go away! Semmi, köszi szépen, hogy elmentél 6-szor. Jó, ez mi volt? Jó vagy, haver? Az az ember pucér volt? Jól láttam, hogy pucér volt? Bing-bing! Hát ez nem tűnik túl jónak! Képzeljétek el, bementek egy helyre, érted? És a szemüveges csaj kinéz a fal mögül így. Na mi van? Hát én beszarom. Hey! Kicsit megnyúlt, hogy mi rakjuk össze az ágyát, értitek? Rakjuk össze!
Mi vagyunk a futár, rakjuk össze az ágyát! Ez pontosan így kezdődnek a pornófilmek. Nekem gyanús ez a lakás. Itt maradsz, maradj itt. Csak amíg szétnézik itt egy budi. Ez mi? Várjátok, ezt össze kell rakni. Én még egy életemben nem látom. Ez valami új. Ez csak Japánban van ilyen. Hogy ülsz erre rá? Kicsit így jó, be kell így, tudjátok, így egészen így. Tehát így. Egész így. Így ráültök. Így. És akkor... Így lehet. Bing bing! Hey! Fussunk utána. Hova futott a kisgyerek? Honnan tudjam? Hol vagy, kisfiú? Hol vagy? Biztos a kukába bújt. Ha megjelenik előttem egy kisgyerek, aki rohan felém, én biztos beszarok most. Ha itt megjelenik a gyerek, ne. A rémámaim lesznek, bassza meg. Megfogtuk, de így, úgy fogtuk meg a gyereket, így ember nem fogott még gyereket. Na, itt a gyereket, de... Bazzeg, be... Mi ez a játék? Csak nekem gyanús ez a lift. Miért zöld? Nekem ez nem tetszik. Mi a fasz? Azt a te beszartam, bazz! De beszartam! Mi a fasz volt ez? Azt a rohadt... Ez a hang, ez nagyon durva volt. A következő játéknak a címe... Chuenkaigo. Lesz, ami azt jelenti, hogy ápoló. Tehát gyakorlatilag ápolók leszünk egy öregek otthonában, és közben történhetnek érdekes dolgok. Azt a kurva! Na hát itt ez igen. Lehet benne sprintelni ebbe a játékba, ez rossz. Mész el? Igen. Ne beszéljük ki a háta mögött visszakó, ezt mi mondtuk neki? Itt van valaki. Tsuchi-san! Erről beszélt amúgy a Kaixo Kaito, nem? Vagy mi az? Raikuruki-ti? Raito? Rasati? Rosuki? Ruzimi? Nem tudom megjegyezni, nem tudom, hogy hívták a nőt. Risako! Köszönöm szépen! Tsuchi-san! Azért beszélünk, hozzá behugyozott. Kell valamivel feltöröljük. Tehát, hát itt van nálunk ez a ruha. Ez nem jó? Jó. Fú, baszki! Remélem, te nem jössz velünk szembe, mert ezért én biztos beszarok. Ott van. A kurva élet, mi ez a hang? Tsuchi, figyelj már! Itt vagy, az előbb bent voltam, mert behugyoztál. Halló! Ez a nő benne van. Ez a Raka-san, Riki-san, Rizing. Rosetta. Rikki Rikasa. Risako. Azaz. Az a baj, most van egy olyan érzésem, hogy ez pontosan az, aminek látszik. Az előző nővérnek összehugyozta magát, nekünk beszart. Szabályosan összeszarta magát az öreg. Hát, most már eleget fürdött szerintem. Ez a bácsika nem nagyon szólal meg. De legalább meg lehetett... Komoly légúti problémák vannak. Hű, öregem! Ismerlek, nem engedlek át. Mi az, hogy nem engedsz át? Kőpapír ollóval kell nyerjünk, hogy átengedjen minket. Én nem tudom, srácok, ti így kezdtek el kőpapír ollózni, hogyha... Szerintetek is olyan érdekes pozícióban van ez a zseblámpa, hogy itt a lábunk között itt világítom. Furcsa. Lemész? Nem. Menjünk haza a faszba, hát én biztos, hogy nem megyek le. A kurva anyja, mi a fasz, srác? Ez mi? Mi a fasz? Ott volt a rendszer, mi? Zárva van az ajtó, ez nem... Hát ez nagyon jön, te basz meg, te nagyon jön! Ez a Moody, basz meg! Ezt nem lehet bírni! Hogy jön? Basz meg, mint egy kibaszott olimpikon! Ne kap, basz meg!
Nem tudom, mi az? Túléltük. Hát gyorsabban fut be azért, mint bármelyik futó. Hát mindjárt összeszarom magam. Hol van még itt? Hol van itt egy óra? Itt egy óra! Júj, ott egy óra! Nézd. Az meg olyan, mint egy... Ez embertelen, ahogy megy. Tehát ilyen gyorsan ember nem megy még. Ne, basztam! Ne, gyere! Azt a mocskos kurva eget! Micsoda?